Európának meg kell találnia az eszközöket saját védelmére és az esetleges támadók elrettentésére, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a 19. Globsec Fórum Nemzetközi Biztonságpolitikai Konferencián Prágában. Leszögezte, éppen ezért azt tervezi, hogy az új Európai Bizottságban az EU védelmével foglalkozó biztos nevez ki. A béke nem csak azt jelenti, hogy nincs háború, hanem olyan elrendeződést is, amely lehetetlenné teszi a háborút, emelte ki von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke szerint Közép-Európa nem csak földrajzilag fekszik Európa szívében, hanem az Európai Unió jövője szempontjából is alapvető politikai és stratégiai jelentősége van. A térség országai többségének ellenálló képessége az orosz agresszióval szemben tiszteletreméltó, emelte ki beszédében Ursula von der Leyen.